A környezetvédelmi problémák főokozója eddig az volt, hogy a tüzelés technikai oldalon a tűztérben történő kiégés nem volt tökéletes. Ezt a kiégés tökéletesítést úgy valósítjuk meg, hogy a sarokégőket újraalkotjuk, illetve a fluidágy tüzelőanyag betápláló rendszerét, illetve levegőellátó rendszerét is modernizáljuk. Több zónás levegőbevezetést fogunk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy egy primér levegőrendszerrel a tüzelés főoptimálmát megtaláljuk, illetve a sarokégők fölötti szekunder és terciár levegőbevezetést is megfelelő szintre hozzuk, ezáltal a környezetvédelmi hatások maximálisan érvényesülni fognak. Palko György vagyok, a Veolia Energia Magyarország elnök vezérigazgatója. Miből valósul meg majd ez a beruházás? Ez elég sok pénz, 3x 1,2 milliárd forint, ezt a vállalat saját forrásaiból finanszírozza. Itt a sajtótájékoztató elején egy mérföldkőt említett. Mi ez a mérföldkő? Hát ma indul a 10-es számú kazánnak a felújítása, a nagy átalakítása. 1,2 milliárd forint fog belemenni ebbe a kazánba, és teljesen szét fogjuk szedni, és újra fogjuk építeni. Gyakorlatilag átalakítjuk ezt a főgépet itt az erőműben. Mennyi idő ennek az átalakítása? Hát már tavasszal elkezdődött a munka, nagyon sok berendezés előgyártásban elkészült, ezek helyszínre lettek szállítva. 2 hónap alatt szeretnénk a munkát elvégezni, a beépítést. Azzal, hogy ez a 10-es kazán elkészül, azzal mi fog történni, mi fog változni? Sokkal jobb lesz a tüzelés technika, a bejövő tüzelőanyagok sokkal alaposabban ki fognak égni, illetve egy füstgáz hűtést fogunk alkalmazni, amivel az elektrofilterekben hosszabb ideig fog tartózkodni az elmenő füstgáz, nőni fog az elektrofiltereknek a hatékonysága, sokkal tisztább füstgázt fogunk kibocsájtani, mint eddig bármikor. A 10-es kazán elkészülte után mi lesz a következő lépés, mert ugye itt nem állnak meg? Nem, még van 2 kazán, amit meg kell csináljuk. December elejére el fog készülni a 10-es kazán, utána le fog zajlódni a próbaüzeme, és a fűtési időszak végén, április végén, májusban elkezdjük a következőnek az átalakítását, és utána az év vége felé pedig a 3. kazánnak az átalakítását is megkezdjük, megcsináljuk mind a 3-at. Körülbelül a lakosság mikor fog észrevenni bármiféle változást? Hát a reményénk szerint már most decemberben is javulni fog a kibocsátás, de úgy igazán markánsan a problémáink jövő év végére fognak megszűnni. Említették, hogy Pécsen is hasonló technológia van. Ott mennyi volt az az átfutási idő, amíg javulást találtak? Hát egy-két év, amíg a kazánok átalakításra kerülnek és beállnak az új üzemre, az egy-két év, de nem mostantól kezdve 2 év, szeretném hangsúlyozni, a munka az már korábban elkezdődött, a tervezés több mint 1 éve zajlik, és mondom, tavasz óta már előgyártásba megrendeltünk nagyon sok főberendezést, úgyhogy én azt remélem, hogy jövő év végére itt is teljesen jók leszünk. Rudolf Péter vagyok, a Pannon hőerőmű vezérigazgatója és egyben az Ajkai erőmű vezérigazgató helyettese. Első körben a fluidágynak az átalakítását valósítjuk meg, amely új fúvókarendszer megvalósítását jelenti. Ezen kívül a kazán tűzterében új levegővel tápláló rendszereket valósítunk meg, amely elsődleges, másodlagos és harmad levegő bevezetéseket fog jelenteni. A füstgázáramban füstgáz hőcserélőket fogunk létesíteni, amely a füstgáz lehűtését fogja szolgálni, és egyben a távvízelő melegítésnek az elemei is lesznek. Ezzel jelentős hatékonyságjavulást érünk el, illetve környezetvédelmi eredmény is elérhető azzal, hogy alacsony hőmérsékletű füstgázból könnyebb leválasztani a lebegő szemcsékek, vagyis a füstgázban lévő szilárd anyagtartalmat. Az előbb voltunk ugye bejáráson, láttuk, hogy csinálják a 10-es kazán. Most kezdődött október 1-én a felújításnak a fizikai megvalósítása. Ezelőtt egy tisztítási folyamat zajlott le az erőműben, amely hőszigetelő felületek bontásából állt, illetve állványozások előkészítésével, és most valóban a fizikai megvalósítás kezdődött azzal, hogy a bontási munkálatok elkezdődtek. Egy kicsit ezt a felújítást felvázolná nekünk így nagy vonalakba?
Az ajkai erőműnek a felújítása 1,2 milliárd forintba fog kerülni, amely összességében egy hatékonyságjavító és egy környezetvédelmi intézkedéseket tartalmazó beruházás. Ezen beruházás keretében megvalósítjuk a tüzelésnek az optimalizálását, a levegőellátást, illetve a füstgáz hőcserélés révén a hatékonyságjavulást. Egyrészről környezetvédelmi beruházást, másrészről hatékonyságjavító beruházást tartalmaz elven intézkedés. Mennyi idő köve ez a beruházás? A beruházás összességében előkészítés szempontjából több mint egy évet vett igénybe, megvalósítás szempontjából 2 hónap lesz.